A háztatásokban nagyon sok olyan anyagot használunk, melyek hulladékká válva ártalmasak a környezetre és az egészségre. Ezek az anyagok, illetve bomlástermékeik, göngyölegeik, lejárt vagy érvényes szavatosságú maradványaik körültekintő bánásmódot igényelnek, valamennyit külön kell gyűjteni, és veszélyes hulladék ártalmatlanító helyre kell juttatni. A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás május 11-én ad lehetőséget Püspökladány lakosságának, hogy a Városüzemeltető Kft. Kossuth utcai telephelyének udvarán a háztartásokban felhalmozódott veszélyes hulladékot leadja. Meggyesi Ibolya környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző televíziónak elmondta, mi minősül veszélyes hulladéknak, illetve annak beszállítási módjáról, valamint az átvétellel kapcsolatos tudnivalókról is információval szolgált. Minden olyan anyag vagy termék veszélyes hulladéknak minősül, amely jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzőkkel rendelkezik, vagy például bármely összetevője olyan koncentrációban van jelen, amely közvetlenül veszélyt jelent az élő szervezetekre, az emberi egészségre, illetve a környezetre. Magyarországon a 72/2013-as Vidékfejlesztési Minisztériumi rendelet szabályozza ezen hulladékoknak a körét. A veszélyes hulladék gyűjtés során nem veszünk át építési bontási törmeléket, semmilyen üveghulladékot, beleértve az öblös üveget, illetve a síküveget, háztartási műanyag termékeket, illetve háztartási kerti bútorokat, valamint nikecelt és hungarocelt, cement és gipsz maradékokat. Püspökladányban ugye május 11-én szombaton lesz a veszélyes hulladékgyűjtés, és a Városüzemeltető Kft. Udvarán történik meg mindez. A lakosok egyszerűen behozzák az összegyűjtött hulladékot, ami lehet ugye elektronikai hulladék is, ezt díjmentesen le tudják adni, semmilyen adminisztrációval nem jár. Itt fontos megjegyeznem azt, hogy ha valaki zsír és olajmaradékot hoz be, akkor azt jól elkülönítetten zárható csomagolásban tegye meg. Kizárólag a lakossági gyűjtésről van szó, tehát jelen esetben például gondolok arra, hogy a lakosoknál ugye mondjuk a felhalmozódik 10-12 darab ugye autógumi azt ugye be lehet hozni, de nagyobb cégektől nem áll módunkban elfogadni veszélyes és elektronikai hulladékot. Magában a szó összetételben is ugye veszélyes hulladékok valamilyen veszélyt jelent számunkra, illetve az egészségünkre. Nagyon fontos tudni, hogy ezek a hulladékfajták, hulladéktípusok, hogyha sokáig állnak, bizonyos anyagok esetlegesen felhalmozódnak, bennük keverednek, gőzök, gázok szabadulnak fel, vagy magának az anyagnak a szerkezete megváltozik, amely mindenképpen veszélyezteti például az ember egészségét. Itt meg kell jegyezni azt, hogy ezeket a hulladékokat, ezeket a vegyszereket csak kis ideig tároljuk otthon, ne halmozzuk fel, mert további kockázatot jelentenek az egészségünkre nézve. Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a lakosság nagyon-nagyon pozitívan áll hozzá ehhez a fajta hulladékgyűjtéshez, és igénylik is, tehát kialakult egyfajta környezettudatosság. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok még a régi, több tíz év alatt felhalmozódott hulladék, amelytől mindenképpen jó lenne, hogyha a lakosság megválna az ilyen gyűjtések alkalmával. Ugye ezeket a hulladékokat mi is ugye szakszerűen begyűjtjük, amikor a beszállítás helyére kerülnek, ezeket tovább válogatják, ártalmatlanítják, egy részüket megsemmisítik, az újrahasználható részeket pedig természetesen újrahasznosítják. Meggyesi Ibolya többek között azt is elmondta, hogy a május 11-i gyűjtést követően hol van lehetőség napi szinten leadni a veszélyes hulladékot. Megyénkben, Debrecenben van lehetőség úgymond napi szinten leadni veszélyes hulladékot, Debrecenben az AKSD Kft.-nél a lakossági hulladékudvarban, ez az István utca 138 alatt található. Tehát május 11-én szombaton a leggyakrabban előforduló háztartási veszélyes hulladékok beszállítására van lehetőség a lakosoknak. Egyéb esetben a fentebb említett módon tehetik ezt meg.